és... A DJ szakmában változás hozó scratch technika a 90-es években jelent meg Magyarországon. A műfaj hazai úttörői a máig aktív DJ Quick és a Random Tripből ismert DJ QC lettek. Maga a scratch műfaj az egy technikai sport. Már teljesen elszállt a műfaj, és olyan dolgokat csinálnak, amit sokszor egy átlag ember számára teljesen felfoghatatlan. Egy komolyabb megmozdulás az 72-ben Grand Wizard Theodore az első scratch, amit megcsinált, az egy ilyen baby scratch, az a neve, ez az alapja minden scratchnek, és egy ütemet húzott így meg, tehát hogy nem csak elengedte a zenét, hanem előtte még így meghúzta. Kezdjük az alapoktól. Az első, hát egy ilyen babynek egy baby scratchet javaslok, ez a legalapabb scratch. Próbáld meg tartani az ütemet. Beszólod, elengeded, megfogod, kihúzod vissza. Ez az. És amikor igen, ott van. Ott volt, beadta, kétszer beadta. Én hallottam, láttam. Nem is vagyok reménytelen ezen. Így van. Az egész procedúra az a lemezekkel kezdődött, ugyanakkor még ugye rendes vinil lemezek voltak. És a lejátszók sokáig nem változtak, a keverők fejlődtek sokat. Hát, hogy azok, hogy ez a kis 50-60 dolláros keverőktől eljutottunk a 2700 dolláros keverőkig, úgy tudásban meg mindenbe, és a keverők, illetve a féderek, meg a potméterek fejlődtek sokat. A magyar scratch királyok jó néhány versenyen is sikert arattak. Ezek közül mindenképpen a DMC-n, azaz a lemezlovasok világbajnokságon aratott győzelem a legkiemelkedőbb. Először agyba tudod a trükköt, aztán megpróbálod ki, és a végén már nem figyelsz oda, és magadtam úgy, mint a zongorázás. De az, hogy kilöknek egy színpadra, és nem otthon vagy, ugye a kis szobád, vagy minden, nem ott van több ezer ember, az van egy ilyen drukk az emberben, és ezt marra nehéz leküzdeni. Egy évnyi dolgot, azt a több ezer órát odarakni. Na most, aki 6 perc alatt, azt nem tudja odasűríteni, annak annyi. Úgyhogy ez van, mint a versenyesből, a rúdugrás. Komplett összevágott ilyen MP3 vagy WAV formátumban lejátszott dolgok, amiket úgy állítanak össze már előre, hogy az tökéletesen megfeleljen az ő elképzelésüknek. Régebben ugye, amíg a bakelit volt, addig abból dolgoztunk, ami volt. Magyarul mondva volt, ami a bakeliten, és lejátszotta azt a részt, vagy használta, lecserélt egy másikra, és ilyen nagyon gyors cserélgetős trükközgetés ment. És ha már sercegő bakelit, a lemezlovasok világnapja kapcsán DJ Suefót is felkerestük. A DJ producernek több mint 10 000 darabos lemez gyűjteménye van. Suefó lakása szó szerint olyan, mint egy vinil lemezmúzeum. Ez a második nagy lemezünk, Savage Jazzy Suefó néven, és sok közreműködő mellett, ebben a számban QC Scratch-sel. Amikor én elkezdtem DJ-zni, akkor volt kb. 300 lemezem, vinilek csak, és kb. Mindenkinek vinil lemezei voltak, tehát ezzel járkáltunk, hátunkon vittük mindenhova, külföldre is. DJ Suefó járványmentes időkben Milánóban, Bécsben vagy Berlinben is gyakran megfordul, és jó néhány külföldi művésszel dolgozott már együtt, producerként is. Favoritom volt Kid Loco, aki a legendás DJ Kicks sorozatra is készített egy részt, de az ő saját albumai révén volt ő kedvencem. Ővele sokat dolgoztunk együtt, ő is készített nekünk remixet, mi is készítettünk neki. Hívtam el ide Pestre buliba, tehát így valamiféle munkakapcsolata is alakult ez, de barátsága is. 90-es évek az egy ilyen stílus kikeltető volt, tehát rengeteg új dolog jött be a képbe, ami korábban nem volt. Tehát én is előtte gitárzenékkel foglalkoztam, azok érdekeltek, alternatív rock, ilyesmi, punk. És egyszer csak így berobbant az elektronikus zene, és minden héten volt egy-egy új stílus. Bár műfajok jönnek és mennek, egy dolog biztos. A DJ kultúra mozgatórugója a bulizni akaró tömeg. A mostani remélhetőleg csak átmeneti időszakban inkább online partikkal igyekeznek elérni közönségüket. De remélik, rövidesen visszatérhetnek a hajnalig tartó bulik is.